Az újdonsült világbajnokot vívótársai nem akármilyen fogadtatásban részesítették Tatán a Vaszari iskolában. Az az igazság, hogy nem számítottam rá. Gondoltam, hogy lesz valami kis meglepetés, de hogy ekkora, erre nem számítottam. A szombat délutáni döntőben Patrick 0-5-ről fordított, és hatalmas küzdelemben végül 15-14-re verte amerikai ellenfelét. Nehéz volt a mezőny, hiszen a 97-es korosztály az ebben az évben nagyon kemény volt, nagyon komoly volt, és az az igazság, hogy minden nemzetből a legjobbak voltak itt, tehát minden nemzetből a legjobb 3 vívó volt itt, és ők vettek részt a versenyen, és ez azt jelentette, hogy akik ide kijutottak, ők mindegyiknek ugyanolyan esélye volt a győzelemre a végén. Nagyon nehéz volt az eleje is, a vége is. Az elején nehezen indult, egy orosszal kezdtem a táblavívást, elment 3 tussal. Nehéz volt visszahozni, taktikát váltottam, és ezáltal így végig tudtam menni a versenyen. Először is a célom, amikor így a Csabival, mesteremmel beszélgettem a célokról, álmokról, először csak a világbajnokságon a 8-ba jutás volt a cél. De amikor bejutottam 8-ba, akkor azt mondtam, ha már egyszer itt vagyok, ki tudja hányszor leszek még itt, akkor tegyük meg azt, amit lehet, és sikerüljön úgy, ahogy kell lennie, és sikerült is. Patrikot edzője Partali Csaba is meghatódva fogadta. Még én is szokom ezt az érzést, soha nem volt még ilyen. Ez az első igazán komoly eredmény világversenyről. Tehát nem is komoly, ez talán a legkomolyabb, amit utánpótlásban el lehet érni. Hát most lesz szeptemberben 7 éve, hogy bejött a vívóterembe. Tehát 2007, 10 éves kora óta én foglalkozom vele. Ő volt talán a mozgásilag, technikailag ő volt az egyik legjobb vívó itt a társaságban. Valami hiányzott, valami plusz hiányzott belőle ahhoz, hogy verseny nyerjen. Hát 5 éve küzdünk ezzel az ezüstérem és bronzérem szindrómával, és 5 éve azt próbáljuk, nem csak én, hanem a kollégák Attila is felé is azt mondani neki, hogy ez egyszer át fog fordulni, akkor fog átfordulni, amikor a legjobban kell, és hát beigazolódott, mert tényleg a VB döntőbe kellett a legjobban. Az ünneplők között ott volt Mihály József polgármester és az Egyesület főszponzora is. Ez egy óriási eredmény nekünk. Azt gondolom, hogy a vívóklubunk utolsó 5-6 évének ez a legnagyobb sikere. Hát világbajnok azért nem minden klubban van, hát most nekünk ez is megadatott, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Minden ilyen sportsiker az utódnevelésben, az utánpótlásban óriási erőket fog gerjeszteni, és reméljük, hogy a mostani 60-70 gyereken túl a jövőben sokkal többel tudunk foglalkozni, és minél nagyobb lesz a merítésünk, annál több világbajnokunk lesz a jövőben, reméljük.